Sziasztok, itt vagyunk a játékkészítő produkció sajtóeseményen. Hogyan találtatok egymásra a darabbal? Hát nem a darabbal találtunk egymásra elsősorban, hanem Illés Gabival, a darab édesanyjával, ha így szabad mondani. Nagyon sok műsoron keresztül dolgoztunk együtt. Ő volt a Megasztár 6-nak a producere, ő volt a Nagy Duett című műsor sorozat producere, és ez összesen 4 szériát jelent, egy Megasztárt és 3 közös Nagy Duettet. Úgyhogy hónapokig ültünk egymás mellett. Én ott voltam, azt hiszem, hogy nagyon sok olyan pillanatánál a darab születésének, amikor fordulópont állt be a dologba. Volt olyan, amilyen titkos dologról nekem számolt be először, úgyhogy nagyon nagy izgalommal vártam, hogy alakul a dolog, és hogy lehet-e benne bármiféle szerepem, akár a háttérben, akár a színpadon, és annak nagyon örülök, hogy most mind a kettőben egy picit kontárkodhatok. Mi az, ami legizgalmasabb számodra? Mi a legnagyobb kihívás ebben a szuperprodukcióban? Hát talán benne lenni úgy, egy fogaskerék fogának lenni, hogy gördülékenyen menjen a produkció. Tehát én nagyon sok éven keresztül dolgoztam olyan produkciókban, amiben egy fogaskerék voltam, és igyekeztem abban úgy kivenni a részemet, hogyha rám kerül a sor, és éppen összeér 2 fogaskerék, akkor nehogy ne akadjon meg, hanem minél olajozottabban menjen át azon a ponton, ami rajtam múlik a dolog. Úgyhogy most is így fogok tenni, megpróbálom magamból kihozni a legjobbat, és Rakoncai Viktorral együtt olyan dalt írni erre a kis szerepre, ami izgalmas lesz, és figyelemfelkeltő, és valamit talán mond is. És nagyon remélem, hogy egy picit vicces is lesz zeneileg, és a színpadon valami ilyesmit ugyanígy megvalósítani, valami olyan kis üdefoltot rakni a dologba, ami talán a gyerekeknek megjegyezhető úgy, ahogy mondjuk nekünk is gyerekkorunkban van 1-2 olyan pillanat az életünkből, ami megjegyezhető, hogy egyet említsek, amikor a KFT mondjuk előadta először a Bábú vagy című történetet, és be volt festve az arcuk, és a rádióban vették föl, akkor én ott voltam, és ez a mai napig többször bevillan, és nagyon remélem, hogy valami ezzel a darabbal, nem feltétlenül magamra gondolok, hanem akár a darabbal, talán egy ilyen festményt meghagyhatunk a gyerekek emlékében. December 26-án lesz a premier. Milyen munkafolyamatok zajlanak addig? Hát ami egy új darab készítésénél természetesen meg kell, hogy történjen. Zeneszerzés, a darab írása jelenleg is folyik, tehát ugye mi már elolvashattuk a történetet, de még a párbeszédek ilyenkor hiányoznak. Ugye a szerepben elfoglalt helyen a megfelelő dal megírása, arra szövegírása, annak behelyezése a darabban, tehát az annak a finomítása, hogy ne döccsenjen a dolog. Ez még mind vár ránk.